A Nyitnékék óvoda napsugárcsoportja nyitotta meg az 5. tavasz köszöntő városi népzenei találkozót március 20-án a faluházban. A gyerekek és pedagógusaik óriási izgalommal készültek az alkalomra, amit a Nemzeti Kulturális Alap, az önkormányzat és a tankerület is támogatott. A telepi suliból és a kalász suliból is érkeztek diákok. Közülük sokan a kamiban tanulnak énekelni, vagy hangszeren játszani. Az óvodások nem minden évben vesznek részt, de most megint úgy alakult, hogy pláne az egyik zsűritagnak a csoportja, hát ugye ő a legfőbb énekes, ha jól tudom, abban az óvodában, és ő képviseli leginkább a zenei nevelés fontosságát, és az ő csoportja vesz részt, ők lesznek tulajdonképpen egy ilyen megnyitó produkcióként az első szám. Így körülbelül az ovisokkal együtt azt hiszem 140 gyermek vesz részt, és 15 felkészítő pedagógus, és hát a zsűritagok, akik majd a végén szakmai javaslataikkal is támogatják a felkészítő pedagógusok munkáját. A zsűri tagjai Enyedi Ágnes, junior primadíjas népdalénekes, Mihályik Virág Anna népiének és népi pengetős tanár, valamint Dobák Katalin óvodapedagógusok voltak. Katalin állította össze az ovisok produkcióját. Az óvodások mindig hatalmas lélekkel készülnek, tegnap már tomboltak, el se tudtam őket csendesíteni, aztán jött az alvásid, akkor egy kicsit lenyugodtak. Hát hogyan készülünk? Mi a mindennapokat szeretnénk bemutatni, mi szeretünk énekelni. Én nekem ez a hitvallásom, ha az óvónéni szeret énekelni, akkor a gyerekek is szeretnek énekelni. Ma csak azt kell tőlük várni, hogy boldogan énekeljenek. A kis óvodások tavaszváró gyerekdalokkal készültek. A népzenei találkozón 21 óvis lépett fel, akik közül 4-en már most a Kalász Művészeti Iskolában tanulnak. Azt gondolom, hogy a legfontosabb szempont, hogy a gyerekek örömmel és tiszta lélekkel éljék meg ezt az egész ünnepet, a zene szeretetét. Ez, hogyha is sugárzik belőlük, akkor már hatalmas piros pontokkal fogjuk őket díjazni. Nyilván figyeljük azt, hogy kis intonációs kérdésköröket, nyilván figyeljük, hogy mennyire jó a dalválogatás, de hát arról meg majd ugye a tanítónénikkel fogunk, meg a tanárnénikkel, vagy hát a felkészítőkkel fogunk majd később beszélgetni, hogy javasolunk-e mást, vagy egy kis kiadványokat javasolunk-e. De a legfontosabb, hogy szeressék az éneklést, és ezt éljék meg. Az 5. tavasz váró városi népzenei találkozóról bővebb összeállítást láthatnak pénteken Kultúrcseppek című magazin műsorunkban.